Április 5-én délelőtt rendhagyó eseménynek adott otthont a Kis Jankobori Emlékház, hiszen délelőtt itt írták alá az olaszországi Petriolo és Mezőkövest között létrejövő testvérvárosi kapcsolat megállapodását. A két település már több mint 10 éve kapcsolatban áll egymással, amely civil kezdeményezésként jött létre. A mezőkövesdi fúvós zenekar már több ízben vett részt az olaszországi rendezvényeken, és baráti viszonyt alakított ki Petriolo zenekarával. 10 évvel ezelőtt találkoztunk a két csoport, sőt nem is kettő, egy kicsit helyesbítek, mert nem csak a fúvós zenekar, hanem a mazsorett csoportokról is szó volt. Nekik is van ez egy mazsorett csoportjuk, és nekünk is. Tehát annak idején még nem gondoltuk azt, hogy ez a dolog idáig terjed majd, hogy még szorosabbá tesszük a két város közötti kapcsolatot, mert hogy elég sok olasz kapcsolatunk volt. Talán ez volt a legerősebb, a legkitartóbb kapcsolat, és ennek nagyon örülünk, mert tényleg egy olyan várost, olyan embereket, kollégákat ismertünk meg, barátokat, akik rendkívül kedvesek, barátságosak, vidámak, és úgy érezzük, hogy nagyon sok közös pont van a zenén kívül is a kapcsolatunkban, ami tovább erősíti ezt hogy most létrejött a mai nap. Az ő zenekarukban érett meg ez a gondolat, és közvetítették a városuk felé ezt a lehetőséget, hogy próbálják meg és nyissanak. De ez egy nagyon természetes dolog, mert végülis Európában élünk, ki kell nyitni a másik felé, és mi ennek mi nagyon örülünk, ezzel is tovább erősítve és a jövőre gondolva, még jobban megalapozva a szakmai és az emberi dolgokat. A két település vezetői úgy gondolták, szeretnék kiszélesíteni ezt az együttműködést, ezért hozták létre ezt a testvérvárosi kapcsolatot. Mai nap végül is beteljesedett egy több évtizedes kapcsolat. Itt tipikus, klasszikus, ami jó lenne, ha minden testvérvárosi kapcsolat így alakulna ki, ahogy a miénk most kialakult. A fúvós együttes egyesületnek van már több mint 10 éves kapcsolata az olaszországi Petriolo település hasonló zenekarával, egyesületével, és az évről évre találkozókon vettek részt, és úgy fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ami már egy erős és komoly kapcsolat, jó lenne ezt hivatalossá is tenni. Hát tulajdonképpen mi városvezetők csak mentünk a dolgok után, de én rendkívül módon örülök, hogy most ezt itt megtudtuk. Végül is pecsétet tettünk rá a kapcsolatnak. Hivatalos kapcsolatunk lett Olaszországgal, Olaszország Petriolo nevű településével, és annak meg különösen örülök, hogy itt Mezőkövesden írhattuk alá a testvérvárosi megállapodást, és itt a Kis Jankobori házba, ami nem véletlen helyszínválasztás volt. Ez mind a két település becsüli, őrzi múltját, büszke jelenére, és bízik a jövőjébe. Hát ez a kis ház, ez pont ez bizonyítja, úgyhogy én nagyon örülök neki, és bízom benne, hogy most már hivatalossá tett kapcsolat ugyanolyan gyümölcsöző lesz, mint a eddigi testvérvárosunk a Kézdivásárhelyen, vagy a két felvidéki magyar településsel. Nagyon bízom benne, hogy az emberek, a polgárok egymásra találnak, és akkor tényleg az elképzelés, amit mi itt megfogalmaztunk, közelebb hozzuk egymáshoz a két népet, ez be fog teljesedni. Én azt szeretném, hogyha minél több mezőkövesdi megismerni Petriolót, és minél több olasz megismerni Mezőkövesdet és Magyarországot. Ehhez az kell, hogy ne csak a fúvósok, ne csak az egyesületek, hanem a többi civil szervezet között is létrejön. A mi dolgunk az, hogy ezt elősegítsük, de utána ezt útjára bocsátjuk, úgy, ahogy eddig csináltuk Kézdivásárhelyen is, tehát van már tapasztalatunk. Én azt gondolom, hogy a mi dolgunk csak elősegítsük, meg néha azért természetesen nagyobb ünnepségekre, nagyobb rendezvényekre meghívjuk természetesen majd a testvérvárosi delegációkat is, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a polgárok egymásra találjanak. Nagyon jó elképzelések vannak, én szeretném, hogyha ez tényleg beteljesedne. Az első ilyen próbakő tulajdonképpen ez a Matyó világtalálkozó lesz, amit már Petriolóból egy nagyobb delegációt szeretnénk vendégül fogadni, hogy megismerjenek minket, illetve valóban barátságok és ismeretségek szövődjenek. Petriolo egy 2000-es lélekszámú olasz falu. Nekik Mezőköves lett az első testvérvárosuk.
Szerinte a két város nem különbözik olyan sok mindenben egymást. Annál is inkább, mivel őnekik is fontos a kézművesipar, elkezdtek újra előtérbe helyezni ennek a fontos multitörténetnek az újra születésén dolgoznak, és emellett számára szerint az is egy nagyon fontos pontja ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, hogy nem a két önkormányzattól jött, hanem a két város lakói által jött ez a testvérvárosi kapcsolati javaslat, melyet ő nagyon szívesen fogadott, és nagyon örül ennek. És reméli, hogy ezáltal is további együttműködésre lehet számítani, mivel szerinte a kultúra és a város lakók és a városok között nincs akkora különbség, mint amekkorára mondjuk sokan gondolnának. Szerintem nagyon sok a hasonlóság a két város között. Medio piccolo, tra 2000 abitanti. La forza di Petriolo che ci sono già. Petriolo egy közepes kisebb falu, 2000 lakosa van, és szerinte pontosan ezért is mondja ő azt, hogy Triolóban nagyon nagy az akaraterőm, mert hogy 2000 lakos ellenére 17 egyesületük van, és ez a 17 egyesület szerinte azt mutatja, hogy a petriolóiak mennyire szeretnének összetartozni és együtt lenni a mindennapokban. Ugyanezt látja a mezőkövesd életében is, hogy az összetartozást, és szerinte ez is egy közös pont, és Petrioló, ő úgy érzi, hogy ő annak ellenére, hogy kevesen vannak, de nagyon nagy befogadó ereje van a falunak, és hatalmas szívvel fogadja a kívülről érkező embereket, és szereti a mindennapi életekben is együtt tölteni az idejét saját vagy másokkal. Ez a barátság, ez 10 évvel ezelőtt született. Ő 5 éve, hogy polgármester Petriolóban, és az ő egyik, a választókampány során az egyik fontos pontja számára a testvérvárosi kapcsolat kialakítása volt. És számára természetesnek tűnt, hogy egy olyan települést találjon, akivel már régebb óta baráti kapcsolat fűzi a város lakóit egymáshoz. Ezért jött a választás Mezőkövesdre, mivel ő tudja és ismeri, hogy a város lakók között már több mint 10 éves barátság alakult ki, és számára természetes volt, hogy Mezőkövesdel létesítsék ezt a testvérvárosi kapcsolatot. Petrioló polgármester asszonya azt is elmondta, hogy a kapcsolat fenntartásának első lépése, hogy a települések delegált kölcsönösen képviseljék nemzetüket egymás ünnepségein. Hozzátette, hogy arra ösztönzi majd az olasz falu lakóit, hogy ismerkedjenek a magyar nyelvvel, hogy leküzdjék a nyelvi nehézségeket is. Emellett pedig tervei között szerepel a meglévő kapcsolatok tovább ápolása, annak kulturális és egyéb területekre történő kiszélesítése. A megállapodás dokumentumait Piera Debora Mancini, Petriolo polgármester asszonya és dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd polgármestere írta alá. Az olaszországi település delegációját városunk polgármestere és a települési képviselők mellett Tálai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, térségünk országgyűlési képviselője is fogadta és köszöntötte. Az olasz település delegátjai a megállapodás aláírását követően megismerkedtek Mezőkövesd építészeti, kulturális értékeivel, látnivalóival.